A nyári tábor záró napján pozitív tapasztalatokról számol be Madarász Tímea, oktató. A szekszárdi Bezeredi iskola első alkalommal vállalkozott ilyen jellegű program szervezésére. Hétfőn szabadulószobánk volt, kedden Bonyhádon voltunk a Bogos Kft-nél, bemutatták nekünk a logisztikát, hogy mivel foglalkoznak ők, illetve sárkányhajoztunk Tolnán, szerdán kézműveskedtek, a gyerekek e-sportot próbálhatták ki, csütörtökön szintén kézműveskedés volt, és íjászkodtunk, azt is nagyon szerették a gyerekek, ma is kézműveskedés volt, és egy habpartival zártuk a hetet. A visszajelzések rendkívül pozitívak voltak, a gyerekek kétségkívül jól érezték magukat. A táborban 28-an vettek részt, őket 10 bezerédis diák is segítette. A tanulók nem csak szexárról érkeztek. Szerintem fantasztikus volt. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat. Hát remélem, hogy jövőre is lesz alkalmunk megszervezni ezt a tábort. Kálozi Lídia többek között a habparti és a foci mellett a tanárok kedvességét és a gyerekek mosolyát emelte ki, mint legkedvesebb pillanatot. Hát az egész tábor nagyon jó volt, a segítők és a tanárok is nagyon kedvesek voltak, segítőkészek is egybe. Szerintem minden gyerek élvezte a tábort, és jövőre is akarunk jönni. Végéhez ért a szekszárdi Hunyadi Mátyás vendéglátó iskola nyári tábora is. Az ő életükben szintén újdonság az esemény. A sévtáborban a gyerekek megismerhették a konyhai eszközöket, alapműveleteket, az oktatók segítségével pedig különféle finomságokat készíthettek. Éttermet látogattak, továbbá szerveztek számukra kézműves, origami, sportfoglalkozást is. Tamásiban a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképzőiskola és Kollégium 3D tábora a jövő héten kezdődik.